Aratás után tavaly még 50 ezer forintért lehetett megvásárolni egy tonna étkezési búzát. Ma már 75 ezer forint az ára. Ezt a hatalmas áremelkedést a malmoknak is követniük kell. A cégek úgy döntöttek, ezt több lépésben teszik meg. Januárban volt egy nagyobb lisztár emelésük, az azonban arra volt elég, hogy 62-63 ezer forintos tonnánkénti búzaárig fedezzék a költségeket. A búza drágulása nem állt meg, így húsvét után jön az újabb emelés. Körülbelül jött 6%, ami azt jelenti, hogy a fogyasztó, tehát a malmok részéről körülbelül kilónként egy 5 forintos emelkedés várható, ami megvalósulhat. Ez egy magyar embernél azt jelenti, egy 80 kilós éves fogyasztásnál, hogy körülbelül 400 forinttal fogja megnövelni egy embernek a költségét, a lisztnek az áremelése. Nyilván ez a fogyasztójában másképp jelenhet meg, mert nyilván a kereskedelmi ár is erre még rákerülhet, és nyilván ott már magasabb árak alakulnak ki. Ilyen mértékű emelés legutóbb 2010-2011-ben volt. Akkor a 2010-es aratást követően 36 ezer forintról indult a búza tonnánkénti ára, 2011 márciusában pedig már elérte a 82 ezer forintot. Jelenleg a kisebb és a nagyobb malmok is folyamatosan őrölnek. Bár közeleg a húsvét, így némileg már többen és nagyobb mennyiségben vásárolják a lisztet, az a pánik, amely a járvány tavalyi megjelenésekor volt, nem tapasztalható. Az elmúlt esztendőben, itt március-április hónapban nem álltunk meg. Azt jelenti, hogy itt éjjel-nappal, szombat-vasárnap mindig végigdolgoztuk az egészet ahhoz, hogy tudjuk teljesíteni az igényeket. Most már mindenki felfogta azt, hogy akkor is nyilatkoztam többször is azt, hogy Magyarországon legalább kétszer annyi búza terem, mint ami Magyarországnak az ellátására szükséges. Minimum kétszer annyi. Tehát azért mondom, hogy itt nem által egy olyan helyzet Magyarországon, hogy nem tudunk kiszolgálni embereket, hogyha itt legfeljebb annyi, hogyha ha valaki 2 kiló helyett 10 kilót vesz nyilván, és mindenki ezt csinálja, akkor nyilván megzavarja a gyártást, de mondom, hogy most teljesen nyugodt ehhez képest a termelés. Az idei árakra vonatkozólag a szakember úgy fogalmazott, előfordulhat, hogy történelmi magasságokba emelkedik az új búza ára. A piacon már kint lévő kereskedői ajánlatok ugyanis 60-63 ezer forintos árakat tartalmaznak. Ilyen magasról pedig Magyarországon még soha nem indult az új búza ára.